A Pénzes Imre által készített emlékmű 2004 óta emlékeztet első Valentinianus császár halálára a Brigéció légiótáborban. Azóta szervezi Komáromváros önkormányzata és a Komáromi Klapka György Múzeum közösen a Légió Brigéció közreműködésével a megemlékezéseket a Molai város részen. Valentinianus nevét az intézmény és a Légió Brigéció Egyesület is gyakran hangoztatja. Ez utóbbi római katonai hagyományokat ápoló civil közösség most is sorfalat állt a november 14-i megemlékezésen. Valentinianus császár halálának 1644. évfordulóján rendezett eseményen számadó emese a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója köszöntötte az emlékezőket. Külön köszöntötte Turi Bálint alpolgármestert, Takács Józsefet, a vezet képviselőjét, Dombai Gábor önkormányzati képviselőt, Domin Istvánt, Izsa község polgármesterét, Almás Fizitő önkormányzata képviseletében megjelent vendégeket, valamint Cumf Attila természetvédelmi felügyelőt. Az idei emlékbeszéd megtartására Kuzma Klára régészt, a Nagyszombati Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérték fel, aki évtizedekig vezette a Brigéció ellentáborában, a mai Izsa községhez tartozó Kelemenciában, tehát a Duna túloldalán a régészeti feltárásokat. Uralkodása nagy részét a birodalom védelmével töltötte. Ő volt az utolsó római császár, aki erejét elsősorban a nyugati birodalomra koncentrálta. Hosszú háborút vívott például Germánia területén az alemánok ellen, Britániában a piktek és kótok ellen, Galliában a szászok és frankok ellen. Pannóniával kapcsolatban mindenekelőtt a Dunai limes erősítése volt számára fontos, amely a barbárok támadásai ellen irányult, és védte római birodalom területért. Ezért első Valentinianus uralkodása alatt főleg számos őrtorony és kis, úgynevezett kis erődítmény épült Pannónia határán. Jó példa például a közeli Dunakanyar, ahol több ilyen épület, erődítmény épült Valentinianus korában, és régészetileg is fel volt tárva. A korszakot és a császár uralkodási, katonai szokásait hosszasan részletezte a régész, majd számadó emese is kiegészítette a helyi kutatások kapcsolódó eredményeivel. Amikor 2004-ben ezt az emlékművet ide elhelyeztük, akkor még úgy gondoltuk, hogy valójában innen néhány méterre történt a halála, ugyanis nagyjából a globusz van mögötte lévő épületépítésekor a múlt század elején, előkerült a legiótábornak a principiája, vagyis a parancsnoki épülete, és ez az épület úgy gondoltuk, hogy az lehetett a tárgyalásoknak a helyszíne. Egész addig úgy gondoltuk, még 2017-ben a tábornak az északi részén, tehát a főúttól, a római kori Limes úttól északra el nem kezdtünk kutatni. Légi felvétel alapján egy nagyméretű, félköríves lezáródású épületet azonosítottunk, és utána elkezdtük a régészeti feltárást. A körülbelül 600 négyzetméter alaprajzú és valóban a 375 évek legelején Valentinianus időszakában épült palotaszerű létesítmény bizonyult annak az épületnek, amelyben a császár feltehetően a követeket fogadta, és ezt követően a tárgyalások közepette meghalt. A császár életéről, tevékenységének fontos állomásairól, a Brigécióhoz közel álló barbár területekről is hallhattak érdekességeket a jelenlévők. Egyrészt számadó emese múzeumigazgató, valamint a vendégszónok jóvoltából. Azt hiszem, nagyon szép tradíció, hogy a közönség, aki érdeklődik a római kori régészet és történelem iránt, itt összejön minden évben azon a napon, amikor első Valentinianus császár itt elhunyt Brigécióban. Úgyhogy ez a Genius Loci nagyon erősít Brigécióban, és a tradíciókat ápolják nem csak a múzeum és a szakemberek, de a nagy közönség is úgy. A megemlékezés zárásaként a császár tiszteletére a jelenlévők koszorúkat helyeztek el az emlékműnél, fejet hajtva a néhai császár emlékének.